testvéreink, nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Már harmadik alkalommal kerül sor ennek a témahétnek a megrendezésére. A hét programját együtt dolgoztuk ki a Roma Önkormányzattal és a Fekete Sereggel, ezért külön köszönetet szeretnék mondani az együttműködésért a Roma Önkormányzat vezetőjének, elnökének, Rupa Évának, és a Fekete Sereg Ifjúság Egyesület vezetőjének, Kandi Koritának. Kezdettől fogva nagy lelkesedés kíséri a program megvalósulását. Azt gondolom, hogy ma még nagyon kevés iskolában van hasonló rendezvény, pedig nagyon fontosnak találom, hogy tanulóink korán megismerhessék tanulótársaik történelmét, szokásait, mindennapi életét, művészetét, kultúráját. A megismerésnek a legtöbb módszere a tevékenységből kiinduló saját megtapasztalás, az együtt megélt élmények. Erre adnak lehetőséget a délelőtti és főleg a délutáni foglalkozások. Nekünk felnőtteknek példát kell mutatni, hitelesek csak akkor leszünk, ha előítéletek nélkül tudunk egymás mellett élni, ha emberi értékek mentén, s nem bőrszín, vallási, etnikai hovatartozás alapján ítélkezünk. Én úgy érzem, iskolánkban erre már nagy lépések történtek, mi úton haladunk, így együtt. És egy kis idézettel szeretném befejezni, Victoria Morán amerikai költőnő szavait szeretném idézni, ami szerintem most pont ide illik. Mielőtt elítéled az életem, a múltam vagy a személyem, húzd fel a cipőn, sétálj benne. Sétálj végig az utam, ahogy ideértem, éld át a bánataim, kétségeim, félelmeim és nevetéseim. Sose feledd, mindenkinek megvan a maga története. Amikor leveszed a cipőmet, átélted az életem, akkor és csak akkor ítélkezhetsz. Én azt gondolom, hogy ez a hét, ez valóban jó lesz arra, hogy ebben a cipőben belebújhassunk egy kicsit. És utána köszönjük szépen Erika nénének, és Erika néni olyan szépen összefoglalt mindent, hogy pont ugyanazt mondtál, amit én szerettem volna nektek. Úgyhogy én csak akkor egyetlen egy mondatot, és kettőt mondanék nektek. A roma népcsoport kultúrájába betekinteni, közelebb kerülni hozzá, új ismereteket szerezni, az mindig építi a közösséget. Én kívánok mindenkinek erre a héten nagyon-nagyon jó szórakozást. Köszönöm szépen! Én is szeretném a harmadszor megköszönni az általános iskolának, a pedagógusoknak, a gyerekeknek, hogy én mindig érdekel veleteket a roma hetünk, és eljöttök hozzánk, és remélem a hét folyamán még többször is ide fogtok jönni, és a Nemzeti Kisebbségi Önkormányzatnak is a segítségét, hiszen ha így nem fogunk össze, akkor valószínűleg most nem lennénk itt. Én azt gondolom, hogy ami nagyon fontos, hogy ez a Roma Hét, ez egy rendezvény. De ez a rendezvény, ez nem cél, hanem eszköz arra, hogy a roma kultúrát megismerjük jobban. Tehát használjátok ezt a hetet, ismerkedjetek az eszközökkel, ismerkedjetek a roma hagyományokkal a délutáni programok során, és a délelőtti filmvetítéssel és az utána következő beszélgetésben meg reméljük, hogy valami megmarad mindenkinek, és majd egy kicsit másképp néztek a roma cigány fiatalokra, emberekre. Tőlük is nagyon sokat tanulhatunk, egy országban élünk, és valószínűleg egy országban is maradunk, úgyhogy azt gondolom nagyon fontos az, hogy mi is sokat megtudjunk erről a kultúráról, hiszen mindig más kultúrák után vagyunk nyitottak, hogy milyenek a németek, a spanyolok, meg az angolok, akikkel itt élünk, arra meg nem is nagyon tudunk, úgyhogy ez a hét, ez lehetőséget ad arra, hogy megismerjük robban a roma kultúrát, roma cigány kultúrát. Én kettő dolgot szeretnék még elmondani. A múlt héten részt vettem egy közösségfejlesztő konferencián Budapesten, és ott nagyon tetszett Túri Attila építésznek az előadása. Ő Makovács Imrével közösen a Hóskálő Egyesületben terveznek közösségi házakat is, és persze más épületeket is. És ami nagyon fontos, és mondott, hogy ők, mint tervezők, meg hát mi is, mint emberek általában régen négy dimenzióban gondolkoztunk, a hosszúság, a szélesség, az idő és a mélység. Milyen hosszú legyen, milyen széles legyen, meddig áll az épület és miért áll az épület. Az utóbbi időben, az utóbbi kettő elmaradt, az idő és a mélység. Azt gondolom, ez a roma hét, ez arról szól, hogy az iskola szánt arra időt, meg mi is, hogy itt velünk legyünk, és akkor ti is gyertek el, és akkor egy kicsit együtt tanulhatunk.
A mélység pedig az, hogy ha egy kicsit többet vagytok itt, akkor minden évben egy kicsit többet tudtok meg a roma cigány kultúráról, és ezzel mindannyian erősödünk, tanulunk, és remélem ezzel közösséget is fejlesztünk, hiszen itt egy jól működő közösség van, mint az iskola, a kisebbségi önkormányzat és a roma cigány közösség is nagyon jól működik itt Nagyrázsonyban, nagyon együtt is tudunk működni intézménnyel, önkormányzattal, kisebbségi önkormányzattal és mint civil szervezet. Mi is tudunk ebben nektek segíteni, jó példát tudunk mutatni, hogy ti is legyetek tagjai, ne csak az iskolai közösségnek, hanem utána később más közösségeknek is. Úgyhogy én kívánok nektek nagyon kellemes hetet, gyertek minden nap, és akkor táncoljatok, énekeljetek, kézműveskedjetek itt velünk együtt, hiszen azért jöttünk, hogy tanuljunk egymástól. Köszönöm szépen! Ja.